arra kérnélek, hogy mutatkozzál be a Gemini Televízió nézőinek. Hogy hívnak, és honnan jöttél, és mivel foglalkozol? Jó napot kívánok, Jászberényi Mónika vagyok, én a Ferenci Múzeumi Centrum munkatársa vagyok, gyűjteménykezelőként dolgozom, immáron most már 2 éve, egyébként Vecsésen lakom. Ha jól tudom, akkor te ásatásokon is kint vagy, igaz ez? Így van, igen, így van. Kint vagyunk ásatásokon a kollégáimmal együtt. Most ugye főleg a 4-es úttal kapcsolatban tavaly októbertől kezdve zajlanak a próbaásatások, és most már lassan beindulnak a megelőző feltárások is. Hogy kell elképzelni egy ilyen ásatást? Kivonultok, milyen eszközökkel, mennyi időtök van egyáltalán rá? Hát... 30 napunk van rá minden területre, tehát teljesen lényegtelen, hogy ez mekkora, az átvételtől számítva, és hát viszünk magunkkal mindent igazából autóval, ásók, lapátok, mindenféle kis apró bontószerszámok, ilyesmikkel szoktunk kimenni, illetve a dokumentációhoz a szükséges dolgokkal. Gondolom, hogy területfüggő az, hogy hány kollégáddal dolgozol együtt. Itt most az M4-esen összességében hányan dolgoztatok és dolgoztok, mert gondolom még tart a munka. Hát ez úgy volt most nálunk, hogy több csapatot hoztunk létre. Minden csapatban volt egy ásatásvezető régész, és akkor mellé általában 1 vagy 2 régésztechnikus a terület nagyságától függően. És hát most októbertől kezdve 3-4 csapattal vonultunk ki. Lesz ma egy előadás itt a Vigadóban, a Szarmaták Monoron címmel, ezt te fogod tartani. Mit kell tudnunk egyáltalán erről a népcsoportról? Hát a szarmaták az itt éltek a Kárpát-medencében, a Krisztus utáni első századtól egészen a 4.-5. századig, és főleg így az Alföldön is, itt ezen a területen is igen sűrű lakosság élt egykor, és nem csak telepek, hanem temetők is találhatóak. Amikor előkerülnek az ilyen régiségek, régészeti leletek, akkor mit kell velük tennetek? Hogyan tovább? Hát először is elviszük őket a Ceglédi raktárbázisunkba, mert több településen is van raktárunk, és ott van egy kolléganőnk, aki kimondottan azzal foglalkozik, hogy mossa meg a kerámiákat, illetve a csontokat, és akkor ezek után, miután ez megtörténik, van kerámia restaurátorunk, illetve fém restaurátorunk is, és akkor majd, ha mindez megtörténik, utána fogjuk beletározni a tárgyakat. Így raktározzuk el őket végül, tehát a későbbi tudományos feldolgozás szempontjából így tudjuk kutathatóvá tenni a tárgyakat. Mi mindent találtatok itt a Monori területen? Hát a Monori területen mi főleg egy nagy kiterjedésű szarmata telep található, illetve egy szarmatott temető részlete, ami előkerült, illetve ettől nem olyan messze Péterinél is egy szarmata telep részlet található. Akkor, amikor mindennel végeztek a munkálatok során, és bekerül a Ceglédi telepre, és ott is minden rendben van, utána ebből várható, hogy itt a környezetünkben valahol lesz majd egy kiállítás, vagy egyáltalán hova kerülnek ezek a feltárt régiségek? Hát itt a 4-es út során előkerülő leletek, azok főleg Cegléden maradnak, de természetesen, hogyha van rá egy városnak igénye arra, hogy szeretne kiállítást, akkor mi nagyon szívesen bármibe közreműködünk és segítünk, hogyha a későbbiekben majd lenne rá igény, akkor keressenek meg bátran minket. Itt az oktatóteremből nagyon gyorsan át kellett települni a Vigadó dísztermében, hiszen nagyon nagy lett az érdeklődés. Mit vársz a közönségettől? Milyen kérdések fognak szerinted előtérbe kerülni? Hát én is nagyon meglepődtem, hogy ilyen sok ember jött el, még kérdeztem itt pont az előadás előtt, hogy várhatóan hányan lesznek, és akkor mondták, hogy hát ilyen 20 fő körülbelül, nem sokkal több, és akkor hát most nagyon meglepődtem, hogy át kellett vonulni, de igazából nagyon örülök is neki, mert hát tulajdonképpen nekünk is ez a célunk, hogy minél több embert érdekeljen a régészet, és hogy azt, hogy minél jobban át tudjuk adni. És hát nem tudom, hogy mit várok igazából a közönségtől, nagyon remélem azt, hogy tetszeni fog nekik az előadás, próbáltam úgy készülni, hogy minél színesebb, minél érdekesebb legyen, úgyhogy majd meglátjuk. Ki tudsz emelni nekünk az előadásból egyetlen egy nagyon-nagyon érdekes dolgot?
egyetlen egy érdekes dolgot. Hát igazából számomra, ugye én főleg a szarmatákkal foglalkozom, szarmata temetkezésekkel, ami nagyon érdekes itt a Monoron talált szarmata temető részlet, tehát az igazság, hogy ugye ez még egy nagyon friss dolog, úgyhogy még csak ilyen előzetes információkat tudok róla szolgáltatni, képeket, meg minden, de ez nagyon érdekesnek tűnik ez a temető. Meddig dolgoztok az M4-es leendő szakaszán? Hát ez egy jó kérdés. Ugye októberben kezdtük a próbafeltárásokat, és akkor már idén is voltunk Üllőn, voltunk meg most Cegléd-Bercelen, és hát a megelőző feltárások az majd. Hát még mi se tudjuk pontosan, hogy mikor kapjuk meg a területet, de hát várhatóan találni a június környékén. És hát, hogy meddig maradunk, ezt nem tudom.